gondoljátok ti mindez? Miféle úri szórakozás egymás vérét ontani? A teremtő üzenetét szóló, így szól, apádat, sanyádat, én rendeltem melléd szövetségesül, hogy felneveljenek téged, tisztességre, becsületre tanítsanak, megtanítsák őseid szokását. Testvéreidet, rokonaidat, én rendeltem melléd szövetségesül, hogy családot alkossatok. Az egy nyelven beszélő embert én rendeltem melléd szövetségesül, hogy nemzetet alkossatok. Ellenem támadsz, hí magyar! Akaratom ellen támadsz! A szövetséges én rendeltem melléd. Te, magyar ember! Egy dolgod van! Tiszteld a veled egy nyelven beszélőt! Az erőt, mit önmagad ellen fordítasz, elégni egy pokoli tűzben! Emelj magaslatokat! Emeld fel a lelkedet ide mellém! Teremtő úr széke mellé! Éte magyar, küldetésed van! Tanítanod kéne a világot! Ne pusztíts hát egymást! Éte magyar, rendelésed van! Magyar emberek, ne felejtsétek valamikor itt előttünk, magyar emberek éltek. Értünk éltek, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket, könnyüket és verejtéküket folytották azért, hogy nékünk otthonunk, hazánk, családunk, jövőnk, lelkünk legyen. Magyar emberek, ne felejtsétek a rég volt magyar embereket. Magyar emberek, ne felejtsétek, hogy azok, akik az életben előttünk jártak, azok a halálban is előttünk tartanak. Amikor majd nétek is engedik majd az utolsót, és átléptek azon a bizonyos kapun, reméljük a túloldalról így köszöntenek majd. Héten élek! Én megismerlek téged! Te magyar ember vagy! Látom már nagyon! Építettünk néked itt is otthon, s hazát! Gyer közénk! Magyar emberek! A kutya minden itt! Ne felejtsétek a rég volt magyar embereket! És ha nem felejtitek el őket, akkor a teremtő megengedi majd, hogy odaföntről megnézzétek, mi szép Magyarországot fognak utódaitok építeni! Ti magyar emberek! Nem olyan nagy baj, ha gyermekeiteknek ti vagytok a példaképei! Azt mondják, édesapám, édesanyám, büszke vagyok rátok! Mert dolgoztatok, s küzdetek keményen, hogy nékem testben, szellemben és lélekben gyarapodó életem legyen. Hey! Kemény küzdelem volt! Köszönöm néktek! Magyar emberek, nem olyan nagy baj, ha a gyermekeinknek mi vagyunk a példaképei. Magyar fiatalok, ne menjetek el! Ezer évek óta ez a föld a tiétek. Örökötök, szkítáktól, hunoktól, magyariáktól, itt lakó népeitektől. Magyar fiatalok, ne menjetek el! Ez a ti hazátok, itt a ti helyetek. Ne menjetek el, hogy szüleiteknek legyen örömük. Ne költözzetek messze, hogy az unokákat köszönhessék a nagyszülők, hogy akkor, amikor el kell innen menni, legyen kitől elköszönni, legyen kinek a kezét megszorítani. Magyar emberek, arra kérlek benneteket, ha hazamentek innen Böszörpusztáról, legyetek bátrak, nagyon bátrak! Csókoljátok meg a feleségeteket, simogassátok meg a gyermekeitek fejét, ölejétek őket magatokhoz, aztán aludjatok egy nagyot, legyen nagyobb bátorság bennetek! A következő nap keljetek föl! Menjetek el, végüljetek édesapátokkal, édesanyátokkal, drága jó testvéreitekkel, barátaitokkal, rokonaitokkal. Arra kérek benneteket, hogy ha sikerült, üljetek le egy asztal mellé újból közösen, terítsetek meg rendesen, kétszer olyan széles legyen az asztal, mint eddig bármikor. Legyen rajta minden étel, leves,
legyen rajta a főétel, legyen rajta a sok édes kalács, sütemény, a jó bor, a pálinka. Az asszonyok ne szaladgáljanak össze-vissza! Mindenki üljön le a fenekére! És aztán legyen egy bátor ember, egy nagyon bátor ember, aki elmondja az asztali áldást. Tisztelt hölgyek, urak! Azért van a magyar nemzet, hogy emelje a világos példát mutasson és tanítson. Amíg a magyar nemzet nincs rendben, nem működik a Kárpát-medence. Amíg a világ szíve nem működik, nem működik a világ sem. Tisztelt hölgyek, urak, ez az üzenet. Erről szólt Koszter Puszta, erről szóltak a hagyományozók.